Azt mondtad egy interjú, hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy meddig fogok élni. Azt valami régen mondhattam, most már érdekel. Érdekel? Most már inkább. Depressziós vagyok. Amúgy nem vagyok depressziós, alkat. Nem, miért is lennék? Szép, boldog gyerekkorom volt. Brooklynban nőttem fel a koreai háború alatt. Középiskolásként feltűnt a 62-es Ki mit tudom, és azóta a közönség a tenyerén hordozza. Az egyik legnépszerűbb nevettető. Nem csak megszámlálhatatlanul sok szórakoztató műsorban láthattuk őt, legendás filmek, emblematikus szerepei fűződnek a nevéhez. A főiskola után rögtön a Víg Színházhoz szerződött, amihez azóta is hűséges. Sokan a magyar Woody Allenként emlegetik. Gyermekkori filmrendezői álmait sem kellett feladnia, ő rendezte a Stracciatella, a Miniszter félrelép és a Gondolj rám című mozikat. Az arckép mai vendége Kern András. Művész úr, nézi még éjjelente a hollywoodi filmeket? Igen. Miért jó az? Mit les ilyenkor az ember? Mire kíváncsi? Semmi, a filmekre. Hát hogy mozizásra, mozinézés céljából nézem azokat. Nem más célból. Én azt hittem, hogy egy magyar színész, amikor lát egy Robert De Niro-t, vagy egy Al Pacino-t, hogy akkor úgy próbál rájönni valamire. Hát arra nem lehet rájönni. Nem? Nem. Azok titokzatos dolgok. Már a tehetség, úgy értem. Nem nagyon lehet. Hát azokat nézem szívesen, igen. Szóval nagy, mindig olyan filmeket keresek lehetőleg, amiben ismert színészek vannak. Nem tudom miért, valahogy azt jobban szerettem azokat. De nem tanulmányozás céljából nézem ezeket, hanem úgy belefeledkezés céljából. Szívesen nézem az ő arcukat. Hát aztán, ha valami átragad az emberre, az nem baj, de úgy, hogy az ember megfigyeli, hogy ők hogyan játszanak, az nem, olyan nem létezik, vagy nem hiszem. Nem tudom. Azt mondja, hogy a tehetség nagyon misztikus dolog. Ezt meg lehet fejteni, hogy ők mit tudnak? Nem. Én szerintem nem. Az egészet nem lehet megfejteni. Azt hiszem, ami egész szakmánkat nem lehet megfejteni. Nekem legalábbis egyre inkább úgy tűnik. Én most már elég régóta csinálom, és nem tűnik sok megfejthetőnek. Azt mondta, hogy minden színész, színésznő, vannak a férfi színésznők, meg a női színésznők. Ez nem is én mondtam. Ön mondta. Valami híres mondat. Vagy akkor loptam valakitől. De mit akart ezzel mondani? Mi az, mit jelent, hogy színésznő? Nem tudom, valahonnan elloptam ezt a mondatot. Ezt tényleg nem én mondtam, ezt ismerem ezt a mondatot, de én mondtam ezt valahol, akkor lopva van valakitől. És nem is ért vele egyet ilyen értelemben. Hogy is van a mondat? Minden színész, színésznő, vannak a férfi színésznők, meg a női színésznők. Ja, hát biztos azt, hogy az ember úgy tetszeni akar, jóba akar lenni a kamerával, szereti a rendezőt, kelleti magát, mutatja magát. És azért gondolja az ember, hogy színésznőnek nevezi ezeket az alkatokat. Nem tudom pontosan. Örül azt hírlik, hogy nagyon szeret megfelelni a közönségnek, és hogy nagyon kudarc kerülő, ez igaz? Tehát azt szeret, hogy mindenki szeresse. Hát azt igen. És ez igen, nem baj, ez nem terhes? Dehogy nem, hiszen az nem lehetséges. Nem lehet azt elintézni, hogy az embert mindenki szeresse. Ha ezt nem tudná valaki, akkor hallgassa meg a Presser Nem szerethet mindenki című dalát, és akkor rögtön megérti, hogy ez így van. Nem lehet. De, terhes. De az nem baj, hát az ember szereti, ha szeretik. Az hiányzik, hogy az ember a televízióban benne legyen. Az fontos? Igen. Miért fontos? Miért? Ez is szocializálódás kérdése. Azért, mert én 1962-ben kerültem bele a televízióba, ami kicsit régen volt, azt elismerem. És akkor az annak volt a hatása, visszatérve a szeretetre, meg a népszerűségre, meg a mindenkinek tetszésre,
ettől én abban a pillanatban megtanultam azt, tehát viszonylag korán, 14 évesen, hogy a televízió az népszerűséget csinál, és szeretetet generál. Ez kicsit és olyan, mint ez benne maradt az ember. Ez nem megy ki az emberből. Kicsit olyan, mint a drog. Ki. Olyan, mint a drog, kicsit. Hogyha elmarad... Nem tudom, milyen a drog, mert nem drogoztam hát, hogy sose. Hogy függőséget okoz az, hogy ott legyek benne, hogy jelen legyek? Valószínűleg, igen. 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 Tehát azt ő nagyon nehezen viselni, ha Istenne, hogy egyszer úgy alakulna, hogy huzamosabb ideig nem hívnák, nem lenne ott, kimaradna a tévéműsorokból. Most így vagyok. Elég nehezen is élem meg. Azért jöttem ide magához, hogy beszélgessünk. Különben engem az, hogy én beszélek magamról, az egyáltalán nem érdekel, mert mindent 45-ször elmondtam minket érdekel, már. Tudom, minket érdekel. De mondom, engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy megint lesz egy műsor, amiben az ember ott van. Ez önzőségnek hangzik, és borzasztóan. Én egy olyan nemzedékhez tartozom, akik szeretik, hogyha az emberek tudják róla, hogy ő ki. Ez nem magától értetődő ma már. Ugye jól tudom, hogy két igazán nagy és bonthatatlan barátság van az életében. Az egyik az Verebes Istvánhoz fűződik, a másik Sándor Pálhoz. Ezt jól gondolom? Jól. Igen, néha bontódnak ezek. Ezek is, de csak kicsit. Verebessel volt egy éves mosolyszünet, ugye? Igen, a Sándor Palival meg 8. 8? Össze lehet veszni. Igen. Azt elmeséli, hogy mi történt? Nem. Nem? Nem, nem szívesen. Szakmai. Szakmai? Szakmai dolgon összevesztünk, igen. És akkor de kísértődött meg kire, nem kell konkretizálni. Hát mit, az, hogy kísértődött meg kire? Hát, ha elmondom, akkor mi? Akkor az konkrétizálom, nem? Akkor annyit mondjon el, hogy ki tette meg az első lépés, hogy hogy történnek ezek a békülések? A békülések magától értetődően hiányoztunk egymásnak, és rendbe jött ez valahogy. Ön az a típus, aki úgy tud sérelmeket hordozni? Há, igen, igen. De mindannyian ezek vagyunk. Ez a három ember például, mind olyan, aki tud sérelmeket hordozni. Igen. Igen. Minek kell történnie, hogy mondjuk ön megsértődjön? Hát, nem tudom. Undoknak valamilyen szörnyű hibát kell velem szemben elkövetni, és akkor én meg... Nem, ugyan nagyon sértődő, azt nem is mondanám, nagyon könnyen megsértődő, én nem vagyok. Én nehezen sértődöm meg, de ha éppen megsértődtem, akkor azt tartom. Azt van, hogy egy életen át. Egy életen át? Hát bizony, van olyan is. Kiiratkozik az az ember tulajdonképpen? Hát, igen, igen, igen. És ha ő utána megpróbálja azt jóvá tenni, van annyira következetes, hogy azt mondja, hogy na jó nem, barátom, nem, akkor? Nem, nincs erre példa, nem próbálták meg jóvá tenni. És én is nehezen, én megsértek valakit, én is nehezen teszem, vagy próbálom jóvá tenni. Haragtartó típus vagyok, az a baj. Igen. Baj? De haragszik majd... ezé magára? Hát jobb le, egyszerű. Nem, csak csodálkozom. Vagy... Szóval irigylem azokat, akik nem haragtartók, akik föllobbanásszerűen összevesznek, föllobbanásszerűen kibékülnek, az jobb. Ez mi múlik ön szerint? Alkaton. De hogy az ember, nem tudom én, nagyvonalúság hiánya, ami nincs, nem tudom elképzelni, hogy mi az, amikor valaki azt mondja három nap után, hogy összevesztünk, de hát ez mi barátok vagyunk, hogy miért kell ezt 8 évig húzni adott esetben? Mert komoly dologról van szó, akkor kell, akkor lehet húzni. Hát nem tudom, ezt nem tudom pontosan, nem hiszem, hogy a nagyvonalúság hiány, nem, az nem okoz ilyesmit. Alkati dolog én szerintem, van, aki úgy megharagszik a másikra, hogy hajlamos 8 évet kihagyni a barátkozásból egy bizonyos ok miatt. Ez nem olyan különös dolog ez sem. Azt mondja, hogy van, amikor ön sért meg valakit. Ez most van. Van? Van. Milyen helyzetekben? Én szerintem válasz helyzetekben. Én nem gondolom, hogy én elkezdek valakit megsérteni. Mindig valamire válaszolok. Én azt gondolom, ha megsértek valakit. De ritkán van. Lehet, hogy én sértő módon viselkedem időnként, de nem célzat. Az, hogy úgy elhatározom, hogy megsértsek valakit, az rendkívül ritkán van. Az, mit tudom én, 4-szer volt életemben, azt hiszem. De amikor
akaratán kívül az ember egy kicsit kekecebb, vagy undokabb, az van olyan. Akkor azt érzi belül? Nem. Nem? Nem. Én például nem. Óriási viták szoktak el körül lenni, hogy nekem a szememre hányják, hogy én olyan voltam valamilyen helyzetben, és én állítom, hogy én nem voltam olyan. Nem gyakori ez se. Nagyon ritka, írtó ritka dologról beszélünk, de fogalmam nincs. Nem. Én azt nem érzem. És mások kell, hogy elmagyarázzák nekem, hogy az úgy volt. És akkor milyen felismerésekre jut? Hogy bocsánatot kell kérni, változtatni kell? Minden, ha fontos az a kapcsolat, akkor minden eszközt bevettek, hogy ez múljon el. Elmagyarázom, hogy én nem voltam olyan, nem akartam olyan lenni, ha akarják, bocsánatot kérek 47-szer, és néha sikerül, néha nem, néha megmarad egy tüske a másik emberben, néha szerencsére nem. Említettük Lukács Sándort. Nemrég láttam vele egy interjút, és sőt, ön is beszél erről a Bárdos András által írott könyvben, hogy önök azért nagy bohém fiúk voltak ketten annak idején. Igen. Ezt hogy kell elképzelni? Nők, italozás, éjszakázás, hódítások? Így pontosan. Így? Igen, ebben a sorrendben. Igen. Hát mi? Hát miért? Ne. Hát fiatalok voltunk persze. Igen. Szabadok. És az olyan korszak is volt. Az volt az a... Nem tudom most milyen korszak van a fiataloknak, mert azt nem ismerem nagyon jól, de az olyan korszak volt, az valahogy utána voltunk épp a szexuális forradalomnak talán, vagy hogy mondták azt, hogy... Szóval egy olyan szabados korszak volt, és mi nagyon vagányan és derűsen éltünk ezzel, és jó kedvünk volt, és szerettük ezt a fajta életmódot. De nem csak vele, más kollégáimmal is, meg barátaimmal. Szóval szabadon és vidáman éltünk, nem tartott ez olyan sokáig, mert aztán egy idő után megnősültünk, és akkor abba maradt. A két legnagyobb bohém kötötte azt a házasságot, amit akkor a most már évtizedek óta tart. Ez is furcsa. Ugye? Igen. Ez úgyhogy ez az egész, ez 7-8-9 évig tartott, de akkor nagyon vagánykodtunk. Az igaz, hogy egyszer a Sofia Hotel terasszán összeszámolták a hódításaik számát? Igen. Igaz. És ki nyert? Ezt nem tudom. Arra nem emlékszem. De leültek és azt mondták, hogy volt a nem tudom kicsoda, név szerint így elkezdték összeadogatni saját magukba? Igen. És az... Mi múlik ön szerint, hogy mindkettőjük esetében, noha volt egy ilyen bohémabb korszakuk, mégis egy nő mellett, ilyen hosszú ideig, ilyen harmónia, ez mázli? Ez szerencse kérdés, hogy megtalálja az ember? Igen, azt hiszem. Az egész a szerencse kérdése. Én nagyon fatalista vagyok, vagy ilyen szempontból határozottan hiszek a szerencsében, és a sajnos a nem szerencsében is, úgyhogy igen. Az egész pálya például szerencse kérdése, én szerintem. Önnek mikor nem volt mondok szerencsé? Egy teljesen destruktív dolgot. Egyáltalán nem hiszek ez borzasztóan fog hangzani. Nem hiszek a szorgos munka nagyon jó hatásában. Néha nézem azt, hogy emberek olyan nagyon gondosan fölkészülve szépen meg akarnak csinálni valamit gondosan, szorgosan. És akkor abból egyáltalán nem biztos, hogy valami nagyon jó dolog születik. Néha mások meg így csinálnak, hogy tessék, itt van valami gyöngyszem nektek, és akkor az meg jó. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy az, hogyha valaki nagyon dolgozik, abból valami jó jön ki, az csak lehet meg. De azt nem lehet megspórolni. Nem is lehet megspórolni, de ahhoz is olyan kell, olyan szerencsés csillagállás kell, hogy az a sok szorgos munka, az párosuljon valami iszonyatos, szerencsés, tehetséges izével. Nehéz ezt elmagyarázni, de minden esetre legalábbis a végeredménynek olyan könnyűnek kell lenni, és olyan láthatatlannak. Szóval én például nem szeretem, amikor azt mondják, megnéznek egy színházi előadást valakik, ismerősök, szakmabeliek, és azt mondják, ebben nagyon sok munka van, tényleg, ez nagyon, ezen szépen dolgoztatok.
az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az neki tetszett. Van, azt szerettem, amikor azt mondják, hú, de kurva jó volt, ezt eltaláltátok, vagy nem tudom. És ez lehet, hogy ilyen könnyen lett eltalálva. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy a... Hát ez, amit mondok, hogy a szorgos munka meghozza a maga gyümölcsét, az nem biztos. Inkább... A szerencse inkább meg a tehetség, nem? Hát meg a sokkal inkább. Hát igen, de a tehetségnek is a szerencsében kell utat találnia. Önnek mikor nem volt szerencséje? Azt mondja, hogy a nem szerencse is egy motívum. Volt olyan, amikor azt mondta, hogy na most ez egy nagyon bal szerencsés pillanat és egy motívum? Jaj, volt, bizony, volt. Mond egyet nekünk, ami azt gondolja, hogy sorsfordító, és ott nagyon elfordult öntől? Nem, nem szívesen, nem. Azt nem mondom, nem mondok. Viszont ha ön olyanba vett részt, amiről menet közben már ki lehetett szagolni, hogy rossz, akkor mit csinált? Akár egy próba folyamat során. Hát, az nehéz. Semmit. Semmit? Ment az árral? Igen. Kénytelen voltam. Tudva azt, igen, hogy ebből bukta lesz. Igen. Igen. Néha szólni akar az ember, olyankor a főrendezők és igazgatók általában helyre teszik az embert, elmagyarázzák azt, hogy nincs igazad, nem így van, ez jó lesz, és akkor rossz lesz, és megbukik az egész, és a színésznek lesz igaza. Néha meg fordítva, néha meg nem jól érzi az ember, azt mondja, hú, ez rossz lesz, és nem is igaz, jó lesz, és a rendezőnek, színigazgatónak, főrendezőnek, vezetőnek van igaza. Hát ez... Szabotálni soha nem próbált egy ilyen próba folyamatot? Hogy azt mondta, hogy akkor is megnehezítem a dolgát, mert tudom, hogy nekem van igaza. De. Volt? Igen. Hogyan? Azt hogy kell csinálni? Kicsit destruálni kell az egészet. És az, de az nem elegáns dolog, nem jó. Ezekre nem vagyok büszke. Volt ilyen is, de... Hányszor fordult elő, mondjuk? Kétszer. Az nem sok. Ugye jól gondolom, hogy ön már régóta az a szint, hogy csak olyan előadást vállal el, amihez tényleg teljes szívvel azt tudja mondani, hogy igen. Tehát kompromisszumokat ilyen értelemben már régóta nem kell kötnie. Nem teljesen így van. Én a Víg Színház tagja vagyok, osztanak rám szerepeket. Sokszor nem kérdezik meg, hogy én azt akarom eljátszani, vagy nem akarom. Ha szerencsém van, és éppen olyan konstelláció van, vagy lehet róla beszélni, vagy együtt találtuk ki, vagy ismerem a dolgot valahonnan, vagy a rendező ajánlja, vagy ismer, akkor így van, ahogy te mondod, vagy maga mondja. Nem is tudom, mi magázódunk, vagy tegeződünk. Önre van bízva. Minden megoldás. Akkor már tegeződjünk. Akkor tegeződjünk. Köszönöm szépen. Hogy olyankor igen, de van, amikor nem. Most például fogok játszani. Január 3-án kezdek próbálni egy darabot, amiről a halványgőzöm nincs. A Fedó írta éppen a francia vígjátékíró, de itt nem ment soha, azt hiszem, vagy a Víg Színház mutatta először be, talán, de nem játszották nagyon régóta, 100 éve körülbelül, úgyhogy nem is ismerem. Egy éj a paradicsomban, az a címe, fogalmam nincs, hogy mit játszom benne, jó szerepet-e, vagy rosszat, és hogy az érdekese, vagy jó lesz, vagy rossz lesz, ez egyelőre nem lehet tudni. Egy Docsekál nevű prágai rendező. Jó nemzeti színház igazgatója. Igen, és talán jó lesz, reméljük, hogy jó. Hát ő visszajár a Víg Színházba. Igen, de nem tudom, hogy ez mi lesz. Tehát azért mondom, hogy ez nem úgy, ez se úgy van, hogy az ember olyat vállal el, nem úgy van az. Ráosztják az ember, aztán eljavált. De nemet tudsz mondani, nem? Hát például most, hogy ezt elkezdjük majd próbálni mindjárt, most éppen, amikor beszélgetünk, december eleje van, majd amikor ezt nézik, akkor lesz január eleje, akkor már éppen próbáljuk ezt. De akkor azért nem illik az embernek egy viszonylag nagyobb szerepre, mert nem egész pici szerepről van szó, azt mondani, hogy én ezt nem akarom. Nem hiszem, hogy erre van mód, vagy minden esetre nem szül jó vért. Kedved szerint foglalkoztatnak téged ez idő szerint? Kicsit. Kicsit? Kicsit foglalkoztathatnának kedvem szerint jobban. Ez a Víg Színházra értendő, vagy úgy általában? Inkább a Víg Színházra. Szóvá tetted ezt Eszeny Jenikőnek? Néha szóvá teszem, igen. És ő akkor mit mond? Mindig mást, valamit éppen. Hogy hát mi? Hát most játszod ezt? Hát mi? Hát hogy? Vagy azt, hogy hát tavaly játszottad azt. És néha igaza is van. Néha játszom én jó szerepeket. De nem mindig.
az ember mindig szeretne jó szerepet játszani, főszerepet játszani, elől lenni. És az nehéz bírni, ennek egy kicsit köze van már a kórhoz is. Mert azért az a színház, meg a film, meg az egész buli nagy részt a fiatalok játéka. Az nagyon rossz érzés, amikor elmúlik az úgynevezett főszerepség? Elég rossz. Elég rossz, igen. És akkor mire jut az ember? Hogy vívi ezt meg magába? Hogy meg. Hát sehogy. Hogy, nehezen. Nem múlik el egyébként, nem úgy van, nem úgy van. Vannak nagy idős főszerepek is, csak azok vagy éppen nem kerülnek éppen, vagy nem kerülnek műsorra, vagy nem, az, nem te játszod, vagy nem az, nem az a rendező vágya, vagy nem úgy képzeli, vagy mi úgy elmennek az ember mellett. Szóval rossz, akkor az egész dolog ez, hogy egyszer csak az ember nem 16 éves lesz, és nem 26, és te jó Isten, nem is 36, de még csak 46 se, és nem is 56. Na most az, hogy nem is 66, azt már nem lehet bírni, vagy nehéz bírni. Nehezen viseled? Aha, igen. Melyik részét? Az egészet. Azt, hogy fájnak az ízületeim, jobban szerettem, amikor nem fájtak. Emlékszem, anyám mondta öregkorában mindig, hogy Istenem, de fáj a térde, jaj a reumám, jaj a reumám. És azt hiszem, ezt én örököltem, úgyhogy van nekem is egy ilyen ízületi, lehet, hogy nem reuma ez, de minden esetre az ízületekkel kapcsolatos baj, és ez fáj nekem időnként, azt se szeretem. Azt se szeretem, hogy nem én vagyok a sztár mindenütt, nem én állok középen, nem én vagyok az újságok címlapján, nem rólam beszél mindenki, nem én játszom a televízióban a sorozatokat. Ezeket mind nehezen éli meg az ember, mert ösztönösen benne van, hogy azt szereti egy színész, hogyha ő van a közepébe mindennek. Remélem nem udvariatlan a felvetés, de ilyenkor az embernek figyelni kell arra, hogy ne gonoszodjon-e? Én nem hiszem, én nem vagyok arra hajlamos. Vagy én nem hiszem, hogy én gonosz lennék. Legalább, hát ezt nem tudom. Akkor a keserűség az lehet, hogy jobb szó. Az igen, az van. Az van? Hogy ne legyen az ember keserű, az arra vigyázni kellene, de azt én nagyon nehezen tudom. Az van, keserűség, az van bennem. Gonoszság nem hiszem. Irítség, gonoszság, ezeket megúsztam valahogy. A keserűséget nem, az van. Úgy neki tudsz keser, mindig volt? Az mindig volt, az egy, megint egy olyan szerintem alkati dolog, ami de az nem a korral jár, az volt bennem 22 éves koromban is. De ezt hogy kell elképzelni? 22 évesen borong az ember? Igen, van az emberben egy pici depresszióra való hajlam, ha van, és én bennem van. Ez is anyai örökség egyébként, azt hiszem. Én nem hiszek abban, hogy ezek öröklődnek. Családi dolog. Jártál ezzel kapcsolatban a szakembernél? Igen. Igen. Már hogy a depresszióval? Ajaj, persze, jártam. Már rögtön 23-24 éves koromban is jártam. Akkor azt mondta Popper Péter, aki akkoriban divatos pszichológus volt, azt mondta, végig hallgatta az én depresszióra való hajlamom történetét, és azt mondta, nézze, két változat van, vagy ide lefekszik erre a díványra, és kicsit beszél magáról, én meg hallgatom, és akkor ezt úgy hívják pszichoanalízis. Ahol persze mondom, én tudom, ezt olvastam már a Freudnál. Olyan? Igen, azt mondja, olyan. És akkor megállapítjuk, hogy magának mi az oka valóban az ön depressziójának, mi a története. És mondom, ez mennyi idő alatt derül ki. Hát azt mondja, itt beszél egy kicsit. De mondom, mennyit? Hát egy-két évig, azt mondja. Mondom, egy-két évig itt feküdjek, amíg maga rá fog jönni arra, hogy én anyámba vagyok szerelmes? Vagy látens, homoszexuális vagyok? Hát azt mondta, igen. Mondom, és mi a másik opció? Azt mondja, elmegy egy pszichiáterhez, aki nem pszichológus, hanem pszichiáter, és kér egy kis gyógyszert, amivel megoldják ezt. Hát mondom, én a másodikat választom. És elmentem, és aztán azt választottam. És azóta is szedek, azt hiszem, hát talán nem azóta, de sokat szedtem antidepresszánst, meg ilyen-olyan gyógyszereket,
hogy a farmakológia segítségével oldjuk meg az én depressziómnak a létét, az egy kicsit meg is oldja. Nem nagyon, de kicsit. És amikor úgy nagyon eluralkodik rajtad, akkor milyen vagy te? Ezt hogy kell elképzelni? Egykedvű, alvós. Alvós akkor otthon? Aludni szeretek. Befordulni a falnak és aludni. Igen. Kiváltja ezt valami, vagy egész egyszerűen ez úgy jön? Ja, ugye ez a furcsa, hogy inkább csak jön. Igen, nem váltja ki semmi. Van, amikor kiváltja, de nagyon sokszor semmi. Csak úgy jön. Nehéz. Ez... Nem jó. Nem jó, terhes nem. Nagyon. Hát egy betegség. Az ilyen ember, az önfeledten tud örülni annak, amikor úgy kellene? Nehezen. Épp hogy. Épp hogy? Épp hogy, igen. Nem vagyok egy nagy örülős típus. Nos, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy állandóan így ülök mély szomorúságban, hanem nem vagyok nagyon örülő, inkább nem örülök. Tehát erre az utolsó kérdésedre azt válaszolom, hogy nem. Hogy tud-e igazán örülni az ember? Inkább nem. És mondd, ez a művészetbe, színészként, alkotóként, ez termőre tud fordulni? Ez a borongás? Igen. Határozott. Határozott? Határozott. Sőt, ez nem is akadálya a műalkotásnak, vagy a bármit alkotásnak, azt hiszem nem akadálya. Ha csak nem olyan erős, hogy az ember nem, ha mondjuk az ember fekszik, és nem kell föl, és lassan meghal ebbe, akkor nem lesz belőle művészet. De ha egy kicsit van csak, és le tudja gyűrni az ember, akkor még jót is tesz neki. A munka az egy gyógyszer erre. Magára, a depresszióra, a munka gyógyszerként. Kirángatja magát az ember. Hát igen. Azt mondod, hogy ez családi örökség. Édesanyád depressziós volt? Igen. Kicsit igen. Igen. Nem nagyon, ő se. Szerencsére nem nagyon, de kicsit igen. Ebből te mit érzékeltél gyerekként? Hát érzékeltem. Voltak nagy botrányok, meg volt ő a hűvösvölgyi diliházban. Szóval sok kellemetlenség volt ebből. Érzékeltem én azt kis kamasz, meg nagy kamasz koromban. De szerencsére az sem volt vészes, vagy nem vezetett tragédiához szerencsére. De te vezethetett volna? Tehát volt akkora? Majdnem, néha majdnem. Igen, igen. Ebből is következik, aztán lehet, hogy rosszul gondolom, hogy te inkább édesapádhoz álltál közelebb, mint anyukádhoz? Nem. Nem? Nem. Nem is így van. Művészi szempontból foglalkozott az apám jobban velem, mert ő neki több köze volt ehhez tulajdonképpen. De ez is vegyes. A parodistaságot például anyámtól örökölt. Anyám remekül tudta utánozni a saját unokatestvérét, és az egy ilyen, mondom, én hiszek az öröklődésben, úgyhogy az is anyai örökség. Az apám foglalkozott velem, mint művész palántával, mert érdekelte őt ez az egész. Ő szeretett volna ilyesmi lenni, amivé én végül is lettem. Tehát ilyen színész, rendező, dramaturg, író, beleszóló, ezt csináló, azt csináló, amazt csináló. És ő az az apuka volt, aki mindent eltett, nem? Tehát ha látott egy újságcikket, ha hallott egy felvételt, akkor úgy kihúzta magát, hogy az Andris ott van. Igen, 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 igen. Anyukád is? Ő is tudott ilyen önfeledten örülni a te? Hát együtt ment ez, igen. Azt is a Lukács Sanyi emlékeiből idéződik föl néha, hogy néha fölmentünk éjszaka hozzánk, de egész késő, írtó késői életet, ezt is örököltem. Minden éjszaka fönn vagyok, éjjeli bagoly vagyok, anyámék is azok voltak, és akkor a Fürsádor utcában fölmentünk mi, a Sanyi, meg én, meg még három haverunk, és akkor az apámnak megmutattuk a másnapi nőklapját, amin én rajta voltam, és akkor azt mondta, Lili, kávét, Andrisról nagy cikk a nőklapjában. És akkor ott összeültünk, elolvasta mindenki, és nagyon boldogság volt, hogy én benne vagyok az újságban. És akkor éppen kávéfőzés és cigarettázás kezdődött, én szerintem éjjel fél kettőkor, és tartott fél háromig. Akkor elmentünk valami csajozásra. Na,
valami másik helyre. De így meglátogattuk néha az anyámékat. Ez volt az én 26 éves koromban körülbelül. Ugye jól emlékszem a veled készült interjúkból, hogy mind a két szülőd nagy szerencsének, vagy a szívosságoknak és a releményességnek köszönheti az életét a II. Világháború alatt? Igen, vagy a szerencséjüknek. Szerencséjüknek? Hát ezt nem lehet pontosan tudni. Azt hiszem, az benne van erős. Ugye az egyik filmben van erre való utalás, és azt jól gondolom, akkor az édesanyádra vonatkozik. Igen, ja, igen, igen, igen. Azt elmondhatjuk? Anyám kilépett egy sorból, igen, amikor a nyilasok vitték a Dunapartra belőni a Dunába a zsidókat, igen, elmesélhetjük. És akkor kilépett ebből a sorból, mert azt mondta, hogy neki fáj a feje, és szeretne bemenni a sarkon egy patikába, nem tudom, a Haller téren, azt hiszem. És akkor egy rendes nyilas volt ott a sor, aki vezette, és azt mondta, menjen. És akkor ő bement, kért ott valami gyógyszert, és egy hátsó kijáraton meglógott, és akkor úgy ezt a fajta kivégzést, ezt megúszta. Hát már többit is szerencsére, azért vagyok én itt. De igen, hát most ez szívósság, szerencse, ügyesség, véletlen, na most ezt kimondja meg. Apám meg megszökött a munkaszolgálatból, és a Alfonzóval hazajött a légió hágóról. Az Alfonzóval voltak egy században, és az Alfonzó azt mondta, ide figyeljenek emberek, ki akar hazajönni, mondta egy délelőtt a hóesésben. És akkor az apám, meg a Pór Imre, meg az Eichner Gyuri, ők voltak még munkaszolgálatos barátok, akikkel aztán én később megismerkedtem a gyerekkoromban. Azt mondták, hogy ők jönnek, és akkor az Alfonzó fogott egy fehér lovat, és így hazasétáltak. Ez Lengyelországban van valahol a Zakopáné környékén, a légióhágó. Nem tudom, meddig sétáltak haza, azt hiszem egy hétig. Közben a lovat megették, közben aztán az apámnak flektifusza volt Noszvaj községben, Eger mellett, és majdnem belehalt, mert valami magas láza volt, meg hányt, meg mindenféle baja volt. Az annak örült, hogy jöttek az amerikaiak, és bombáztak, vagy szóval úgy örült annak, hogy itt lesz valami felszabadulásféle. És aztán fölgyógyult, és megúszta, és hazament a Hűsz Sándor utcai lakásunkba, és bekopogott az anyámhoz, és akkor így véget ért a háborús. Ők ismerték egymást előtte? Igen, 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 persze. Igen, korábbi ismeretség volt, mint a háború, igen. 36-os, 8-as ismeretség, azt hiszem. Azért ebben van valami hátborzongató, ugye tudod? Tehát két ember, akinek a szerelmének vagy te a terméke, ilyen elképesztő szerencse, leleményesség, vagy a véletlen törvényszerűség által úszta meg ezt a borzalmat. És így lettél te? Igen. Ezzel mit tud kezdeni egy fiatal? Egyáltalán gondolkodik-e ilyenen? Mert ebben van valami hidegrázós. Akkor nem gondolkodtam, amikor ezeket megtudtam. Mostanában sokat gondolkodom rajta, úgy látszik ehhez is. Idő kell, vagy öregség kell, vagy bölcsesség, vagy hát inkább kor kérdése. Igen, így nem, vagy szóval, hát hogy mondjam, nekem ez olyan természetes attól, hogy velem történt ez, vagy szóval, hogy a szüleimmel ez történt, hogy én nem tartom olyan különösnek. Most, hogy te mondod, hogy milyen különös, most majd biztos elgondolkodom róla jobban. Láttam, hogy szorongattad az elektromos cigarettát. Ugye neked volt egy gyomorvérzésed, erről beszélhetünk is, ez napvilágot látott. Igen, akkor... csak erről már annyit beszéltünk, hogy én állva elalszom, ha meghallom ezt, de beszélhetünk róla, igen. Akkor te nagyon megijedtél? Igen. Mert az elég nagy dolog volt, mert nagyon vérzett, és az, hogy is mondjam, azt hiszem úgy van valahogy orvosilag, nem pontosan tudom, de azt hiszem, amíg ez így vérzik, rémesen nem mesélem el, hogy van, mindenféle helyekről jön a vér, és akkor nem tudják pontosan, hogy a gyomor vérzik-e, vagy a máj, mert az ugyanolyan. És hogyha a máj vérzik, vagy a máj indítatású vérzés ez, ami ugyanolyannak néz ki, abban meg szoktak halni.
az emberek. Neked volt olyan időszak, amikor, vagy olyan pár óra, vagy perc, amikor nem tudtad, hogy mi lesz a kimenetele? Hát én azt hiszem, igen. És olyankor mind gondolkodik az ember? Gondolkodik-e bármin is az ijegységen felül? Én nem voltam a nagyon megijedve, azon gondolkozom. Vagy úgy rémlik nekem. Inkább megijesztettek, az orvosok voltak egy kicsit megijedve. Mert mondom azt, valahogy úgy később megtudtam, hogy ezen izélgettek, hogy amíg úgy le nem dugnak egy... Uh-huh. Nehéz ezt elmesélni, mert nem akarja az ember a televízió nézőket ezzel terhelni, de orvosilag van egy olyan része, hogy nem tudják, hogy ez az ember életben marad-e, vagy meghal. Volt egy ilyen egy óra, azt hiszem. Az óra az olyan furcsa volt, és akkor úgy az életben maradtam, meg kiderült, hogy ez csak egy nyombél fekély, ami aztán becsukódott, nem is kellett megműteni, mert magától meggyógyult. De maga a dolog, a kórházba kerülés, és annak az első egy órája, az valóban olyan, úgy rezeg az a léc, ami fölött át kell az életnek ugrania, vagy alatta átmennie és elvesznie, az rossz, igen. És akkor azt mondták, hogy nem lehet nekem cigarettázni, mert hát az alkohol, a cigaretta, a gyógyszerek, a kávézás, a stressz, minden, ez mind okozzák ezt a... És akkor úgy, ahogyan le kellett tenni. Ezt abba hagytam, igen, ezeket. Az borzasztó lehetett, nem? Nem volt olyan borzasztó, mert megijedtem tényleg. Attól, ahogy rám néztek, meg ezt elmondták, attól én megijedtem. Mástól nem, sokszor mondták már előtte, hogy ezeket nem kéne csinálni. De amikor ilyen helyzetben van az ember, akkor megijed, és azt mondja, ja jó, akkor ne, akkor mostantól nem iszom többé egy korty alkoholt se, nem iszom kávét, csak egyet egy nap, nem dohányzom csak ilyen elektromos módon, nem olyan borzasztó ez, de hát szóval nem egy öröm. De sok minden volt ebből, amiket említettél, azt megelőzően? Tehát italból, kávéból és cigiből? Igen. Azt meg tudod nekem mondani, hogy milyen fajta örömet okozott például az ital? Hát hogyne, tudatmódosító örömet. Azt mondják olyan, mint a drog, azt én nem tudom, mert ezt sose próbáltam. Úgyhogy nem tudom, az milyen, de hát amilyet az okoz. Hát egy kicsit úgy, hát mire vált az emberek alkoholisták, az egész világ alkoholista vagy drogos. Hát mindenki akarja ezt a szépen okosan vezetett agyunkat, mind módosítani akarjuk, hogy egy kicsit hülyébbek legyünk. Hát nagy részt, aki nem akarja, az nem akarja. De én szerintem például egy óriási hibája az emberiségnek, hogy nem azzal foglalkozik, hogy a májat rendbe hozza, vagy meg... Szóval én szerintem egyáltalán nem kéne a Holdra utazni, nem kéne a világűrrel foglalkozni, nem kéne a jövővel foglalkozni, az emberiség jövőjével, semmi más, az egész kutatásnak rá kéne állni arra, hogy az ember máját ne tegye tönkre az alkohol meg a drog. Mert mindenki szeretne alkoholt inni és drogot inni, senki nem szeretne a Holdra menni, csak négyen, de az a négy miatt nem érdemes ezt az iszonyú vizét fönntartani. A májat kéne kicserélhetővé vagy javíthatóvá tenni, és akkor mindenki folyton berúghatna, meg drogozhatna, és nagyszerűen érezné magát mindenki, hogy milyen örömöt okoz. Te nem ittál még dehogy egy pálinkát? Dehogyne, sőt, az nem. Jó, hát azt az a fajta örömöt okozza, amit te akkor éreztél. Neked volt olyan időszak, amikor úgy érezted, hogy most meg kell fogni sok? Igen. Az mikor volt? Hát az nem volt hosszan, az 1980-tól 90-ig, az nem olyan hosszú idő. És akkor az hogy nézett ki? Vége volt az előadásnak, úgy, hogy nem kéne már inni, mondtam magamnak. A feleségem azt mondta, ne igyál már. Az orvosok azt mondták, ne igyál. A barátaim azt mondták, ne igyál már annyit. És ezt úgy mindenki mondta, és én is mondtam magamnak, de azért én csak úgy ittam. Nem hallgattál. Nem. Kellett ez, hogy történjen, és most akkor letetted. Hiányzik nagyon sokszor, hogy meginnál egy pohár sört? Igen, de most már megszoktam, hogy nem lehet. Ez most 5 éve volt, ugye? Mindjárt 6. 6. Belül, itt, vagy a lelkedben mit okozott? Bárhova került-e hangsúly, szemléletbe? Nem. Nem? Nem. Szerintem nem.
Ugye arról beszéltünk, hogy mi maradt ki. Az ital, a kávé, a cigi. Mi van helyette? Mivel töltött ki ezt? Reméljük még nagyon sok időt, ami még hátra van. Semmivel. Szóval nem tudok ilyet mást kitalálni, vagy nem is akarok. Hát mű dolgokkal. Nagyrészt mű kávét iszom, és mű cigarettázom, ami azért hasonlít a kávézásra és a cigarettázásra, csak nem igazi. Én örömforrásra értettem, úgy általában véve. Hát olyan más örömforrásom nekem nem nagyon van. Ez a munka. Workologist vagyok én. Munkamániás vagyok. Azt mondtad egy interjúban, hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy meddig fogok élni. Azt valami régen mondhattam, most már érdekel. Érdekel? Most már inkább. Igen. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy láttunk. Magam is. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézheti a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!